Sziasztok, Ergi Konyhája Repi vagyok, és házi leveles tésztából készítettem habrolót. Fogadjátok szeretettel! Elkezdjük a habrolónak a tésztáját kinyújtani. Készítettem egy videót a hajtogatott leveles tésztáról, ez fent van, ez annak a folytatása. Ugye abban elmondtam, hogy kétféle leveles tésztát különböztetünk meg alapvetően, hogy az egyik az élesztős, ahol a zsíradék tartalom 50-60% lisztre számolva, illetve van ez a másik, ahol kimondottan csak a fizikai lazításra megyünk rá, valójában amikor a rétegek, a zsíradék réteg a gőznek az útját elállja, és majd megemeli a lapokat. Nézzétek meg, és a két videót össze tudjátok csatolni, vagy lehet kapni már készen boltban leveles tésztákat, és abból is el tudjátok készíteni. Én ajánlom, hogy csináljátok meg, mert én fagyasztóba is raktam, mert ezt is elmondtam, hogy abban a videóban érdemes vele eldolgozgatni, hiszen ez egy házi leveles tészta, nem tartalmaz adalékanyagokat, stb. Körülbelül egy ilyen 10 darab habrolóhoz olyan fél kilogramm ilyen leveles tészta töm kell, hogy elég legyen. Kezdjük el kinyújtani, fontos, hogy jól lisztezzetek alá. És egy kicsit megnyomkodjuk. Fordítok rajta. Ezt most visszatettem, ezt frissen használom fel. Annyi volt, hogy elkészült a leveles tésztám, visszatettem a hűtőbe, hagytam, hogy egy kicsit a tészta azért magához térjen, illetve visszadermedjen, mert hűvös tésztával jó dolgozni. Jó, ha így ragad, tegyetek lisztet, hogy ne szakadjanak meg a tészta felület. Jó, forgatjuk egy kicsit sarkosan, és egy kicsit megcsináljuk. És próbáljunk úgy nyújtani, hogy inkább fölfele legyen hosszúkás, tehát téglalap alakú, tehát fönt legyen hosszúkás, ilyen minimum 40 centi, de akár 50 centi hosszú legyen, mert mikor tekerjük fel, úgy jönnek majd a szálak. Na, álljunk neki, nyújtsuk ki óvatosan. Jó, sarok irányba menjünk, próbáljunk meg egy szabályos alakot tartani. Ha tapadna, fontos, hogy lisztezzünk alá, jó? Tehát nehogy véletlenül, hogy az egyik hiba a leveles tésztánál az, akkor letapad a felületre, megszakad a tészta szerkezete, és a vaj rész az kijön belőle. Ott már a rétegződést elveszíti. Tésztán tehát ki van nyújtva, és annyit fogok csinálni, hogy a legszéleit, hogy a rétegeződés is szépen végig látszódjon, én a legszéleit is így szépen levágom egy ilyen pizzavágóval. A tojás hab, amit bele fogunk tölteni, egy ilyen 9-10 darab habrolóhoz, 3 darab tojásból el lehet készíteni, és hogy mindent felhasználjunk, a sárgáját is felhasználjuk, itt a 3 darab tojás sárgája, ezzel szépen most meg fogom kenni, az összes rá fog menni. Ha nem vagy elég gyakorlott, majd a feltekerésnél, mert ha megy, akkor az egyszerű, de ha nem megy, higgyétek el, azért bele lehet hibákat elkövetni, akkor kenjitek le, mikor már föltekertétek utána a sárgájával, de sokkal szebb, ha ilyenkor kenjük meg. Jó, így szépen eldolgozom rajta. Sokkal szebb lesz, ha ilyenkor rátesszük a tojás sárgáját. Gyönyörű szép színe lesz neki, a rétegződések pedig el fognak majd válni színben megint. Jó, azért meg kell próbálni elég vékonyra kinyújtani ezt a tésztát, ne legyen nagyon vastag. Hát én még egy picit lehet, hogy nyújthattam volna, de hát nem baj, ez most már ilyen marad. Jó, szépen elkentem rajta a tojás sárgát, még egyszer mondom, ha úgy gondoljátok, akkor is le lehet kenni, amikor majd föl lesz szépen tekerve, de így sokkal szebb lesz. Jó, én 10 darabot akarok készíteni, úgyhogy érdemes az elején megjelölni őket, hogy hol fogom vágni 10 darabra. Jó, bejelöltem őket, 10 egyelő részre elosztottam, és még egyszer mondom, hogy éles késsel, vagy egy ilyen pizzavágóval gyönyörűen el lehet vágni. Az a lényeg, hogy fogjátok le itt a végét, szépen ráhelyezitek, és egyenesen húzzátok meg. Ez megvan, jöhet a következő. Jó, meg is vagyok vele, itt egy kicsit sikerült ebben belekapnom, erre figyeljetek oda, hogy ilyen hibát ne kövessetek el. Jó, tehát a sütőt azt már előmelegítettem, az már készen áll a sütésre. Idehoztam egy sütőlemezt, teszek rá egy sütőpapírt, szépen lespriccelem, hogy meg tudjon rajta maradni, ne csúszkáljon.
És ahhoz, hogy szép rólókat tudjunk csinálni, kellenek ilyen formák, filléres dolog, én azt gondolom, vannak persze házi praktikák, amivel amire föl lehet tekerni, de ha valaki otthon komolyan gondolja a sütés, én mindig azt mondom, hogy ezeket érdemes ilyen alapvető dolgokat beszerezni. Jó, én 10 darabot fogok készíteni, ide is készítettem, nagyon vékonyan bele lehet olajozni, de higgyétek, hogy annélkül is gyönyörűen ki fog belőle majd jönni. Na kezdjük el föltekerni, mutatom, hogy hogyan is kell. Szépen megfogjuk itt a végét, ráhelyezzük, kicsit így rányomjuk, és elkezdjük így ilyen kicsit ráhagyással. Ujjamat belehelyeztem, gyönyörűen föl lehet tekerni. Nézzétek meg, ezt elválasztom tőle. És már meg is vagyok. Ráhelyezem a lemezre. Így. Nézzétek meg, készen van. Jöhet a következő. Szépen ráhelyezem, egy kicsit itt elnyomom rajta. És így elkezdem. Ujjam benne van, elkezdem is szépen feltekerni. Az a lényeg, hogy legyen egymáson fedés. Az úgy lesz szép. Meg is van. És így mindet szépen fel kell tekerni. Tehát ráhelyezem, elnyomom, és már jöhet is a tekerés. Csak annyira emelem meg, amennyire ő engedi. Menj a lemezre. Látjátok, milyen szép sárga, itt szép fehér lesz, mikor megsül, olyan gusztusos lesz az egész. Jó, így ötöt tettem egymás mellé, és szépen a másik ötöt is oda fogom mellé helyezni. Jó, elérkeztünk itt az utolsóhoz, tehát szépen így rányomom a tésztát, elcsípem, és egyszerűen csak így tekerem föl, pici ráfedéssel. Ezt is egy kicsit rácsípem. Nézzétek, hogy milyen gyönyörűek. Már most a szép sárga, a fehér, a tészta színe. Úgyhogy ez lehet is be a sütőbe. 200 fokos sütő, alsó-felső sütésállás. Itt egy kicsit megigazítom, nehogy fölnyíljon. 200 fokos sütőbe, alsó-felső sütésállás. És szép, gyönyörű pirosra meg kell sütni. Majd látni fogjátok. Körülbelül mondom majd, hogy hány perc alatt lesz meg. Kisültek a habrolók, 25 percig sütöttem, a végén egy nagyon picit visszavettem a hőfokot, gyönyörűen látszódnak a rétegződések, házi leveles tészta, egy picit várok vele, hogy hűljön, és akkor szépen kivesszük belőle a csöveket, mutatom, hogy hogy érdemes ezt kivenni, nagyon szépek lettek. Jól meg kell sütni, jó? Tehát ez fontos, hogy egy kicsit roppanós legyen ez a leveles tészta. Nagyon jó, majd egy gyerekek isteni lesz. Jó, hűlt egy kicsit, meg tudom most már fogni a csövet, nézzétek meg, milyen szépen lehet látni a rétegződés benne, és annyi az egész, hogy megfogjátok, kicsit csavarjátok meg, és gyönyörűen kijön belőle. Vaj, gyerekek, valami nagyon-nagyon gusztus lett. Jó, és akkor így mindegyiket megfogjátok, ne törjétek el, mert roppan a tészta, annyi, hogy egy kicsit így csavarjátok meg, szedjük ki mindet. Elkészítjük a habot, teszek 40 ml folyadékot, vizet, körülbelül ennyi kell hozzá, illetve a cukromnak a kétharmad részét, azt beleteszem ide, és készítek egy cukorszilopot. Jó, egy ilyen kétharmad rész, ez összesen a cukrom az 20 dekagram cukor, annyi kell, hogy ez elolvadjon, szépen bugyborékolni fog, és ezt fogjuk majd ráönteni a habra. Jó, ezt készítsük el. Jó, felforrt, szépen bugyog. Most félre is teszem, és mi így forrón hozzá fogom rakni. És el is kezdem. Az a három darab tojásfehérje, amit félre raktunk, ugye a sárgájával lekentük a felületét, azt elkezdem kemény habbá verni, a maradék cukrot meg majd fokozatosan adom hozzá. Jó, most már elkezdem adagolni a cukrot is. Kemény habbá felvertem, nézzétek meg, nagyon stabil,
és szépen ezt a forró cukros szirupot elkezdem hozzá önteni, hőkezeljük, és mehet is bele. Jó, elkészült, nagyon jó, kemény, és most már nincs más hátra, mint az, hogy töltsük meg. Nézzétek még, milyen gyönyörű, szép, masszív habomletnek lett készen. Itt van a tésztám is. Aj, gyerekek, gyönyörű, gyönyörű, nagyon szépen látszódik a rétegződés benne. Nagyon elégedett vagyok. Jó, kezdjük el megtölteni. Kell egy habzsák, mivel kinyomjuk a habot. Ha nincs, akkor egy zacskónak a sarkát kivágjátok, és akkor abból is gyönyörűen meg tudjátok tölteni. Jó? Szépen ráhelyezem a kezemre. Jó, és vagy egy habkártyával, vagy egy ilyen spaklival szépen el kell kezdeni megtölteni. És kezdjük el megtölteni. Két oldalról, kicsit olyan lett, habos lett a kezem. Két oldalról szépen belehelyezem, és elkezdem nyomni. Mikor megvan a vége, itt így. Másik oldalról is. És készen van. Tesszük ide, jöhet a következő. Azt is ide tesszük. És így mindet töltsük meg. Jó, elkészültek a habrolók, maradt egy kevés habon, hát még olyan, szerintem 3 darabot még ki lehetett volna hozni belőle, úgyhogy ilyen 13 darabra elegendő a 3 darab hab, tojásfehérje hab. Jó, jó, tegyük félre, és most már nincs más hátra, tényleg csak az, hogy porcukrozzuk meg őket. Isten, ilyen nézdek ki. Házi leveles tésztából a videót nézzétek meg, ügyeskedjetek, próbáljátok meg. Elkészültünk a habrolóval, ha tetszett a videó, kérlek, iratkozz fel a csatornánkra, illetve keress minket Facebookon is. Sok sikert kívánok hozzá! Sziasztok!